1973. október 6-án az egyiptomi, szír és jordániai arab koalíció hadserege váratlanul megtámadta Izrael államot. Ez egyébként pontosan négy hónappal az én születésem után volt. És az időzítés az tudatos volt, nem azért, mert az én születésem a napjához kapcsolódott, hanem azért, mert aznap a zsidók az egyik ünnepnapjukat tartották meg, és emiatt nagyon nehéz volt mozgósítani a katonákat. Ugyanis ekkor kezdődött az az ünnep, amit a zsidók Jom Kippurnak neveznek. És innen nevezték el egyébként ezt a háborút is, a Jom Kippuri háborúnak. Talán van is köztünk olyan, aki élt velem együtt akkor, de talán emlékszik is rá, amikor ez megtörtént. Jom Kippur, vagy ahogy mondják a zsidók, Jom HaKippurim, az azt jelenti, hogy az engesztelés napja. És bár ugye itt a modern Izrael államról beszélünk, 1973-ban is megünnepelte Izrael állam ezt az ünnepet, ugyanúgy, mint ahogy, nem pontosan ugyanúgy, de szintén tehát megünnepelte azt az ünnepet, amelyről az Ószövetségben olvasunk. Mert ez egy ószövetségi rendelkezés volt. És én most egy utazásra hívlak benneteket, hogy menjünk több ezer évvel korábbra, és nézzük meg, hogy mi volt az az ünnep, és minek kellett volna lennie annak az ünnepnek, amely a modern Izraelben is még ünnepelve volt. Azért nagyon fontos megértenünk ezt az ünnepet, a Jom Kippurt, az engesztelés napját, mert az új szövetségi hitünk is ezen az ünnepen nyugszik. Úgyhogy szeretnék néhány verset a Mózes harmadik könyvéből felolvasni, hogyha esetleg van Biblia nálatok, akkor kérlek kövessétek ti is. A Mózes harmadik könyvéből, 16. részből, először az első 10 verset fogom olvasni, utána pedig a 29-től a 34. verseket. Sok esemény történt a nagy engesztelés napján, de én most egy emberre és három állatra szeretném a figyelmeteket irányítani. Tehát egy ember és három állat. Az ember a főpap, a három állat pedig egy bika és két kecskebak. Tehát a főpap, egy bika és két kecskebak. Ők a főszereplői az engesztelés napjának. Mi állt ennek a napnak a hátterében? Azt olvassuk, úgy kezdi a fejezetet Mózes, beszélt az Úr Mózeshez Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ez a 10. fejezetben van leírva, ez a történet, amikor Áron főpap két fiát, Nádábot és Abihut, Isten halállal sújtotta, mert azt olvassuk, hogy idegen tüzet vittek be a szentélybe. Ez a háttere a nagy engesztelés napjának. Az emberek megdöbbentek, ami történt. Mi is megdöbbenünk, amikor olvassuk ezeket, de nyilvánvaló, hogy akik ott voltak, akik ezt átélték, különösen ugye Áron főpap, őket ez rendkívüli módon lesújtotta, beleremegtek ebbe, és nyilvánvalóan lebénította őket, nem tudták, hogy most ezután hogyan tudnak ők egy Szent Isten jelenlétében tovább maradni. Mert ez bármelyikükkel megtörténhetne. A nagy kérdés az volt, és ez a kérdés van ennek a fejezetnek a hátterében, hogy hogyan tud a nép egy olyan Isten közelében élni, aki szent. Hogyan lakhat Isten, a Szent Isten egy bűnös néppel úgy, hogy a nép életben maradjon? Ez a kérdés van ennek a fejezetnek a hátterében. Most tisztában vagyok azzal, hogy ma nem sokan teszik fel ezt a kérdést. Hogyha beszélünk az emberekkel, figyeljük az emberek gondolkodását, azt tapasztaljuk, hogy ezt a kérdést nem teszi fel a mai ember.
De ma is ez a kérdések kérdése. Az, hogy a mai ember nem teszi fel ezt a kérdést, ez a tudatlanságából fakad. Ez abból fakad, hogy mennyire távol került az élő Istentől. De mi, akik ismerjük Istent, mi feltesszük ezt a kérdést. És ha feltesszük azt a kérdést, az már valahol a kegyelem jele az életünkben. Hogyan maradhat életben egy bűnös nép a Szent Isten közelében? És az Isten által adott válasz erre a kérdésre az a nagy engesztelés napja, a Jom Kippur. És ezt a napot fogjuk most megnézni, és ugye, ahogy mondtam az előbb, tartsátok fejben az embert és a három állatot. Főpapot, a bikát és a két kecskebakot. Nézzük először a főpapot. A főpap az egyetlen olyan izraeli volt, aki bemehetett a legszentebb helyre, a Kárpiton túl, a Szentek Szentjébe. Nem tudom, hogy mindenki előtt ott van-e a Szent Sátor, illetve a későbbi templom fő felépítése. Amit itt most fejben kell tartani, az az, hogy három részből állt a templom. Volt az udvar, vagy pitvar, azon belül volt az épület, és az épületnek volt két része, az előső rész volt a szentély, és a hátsó rész, ahova a szentélyen keresztül vezetett be az út, az volt a Szentek Szentje, a legszentebb hely. Oda kizárólag a főpap mehetett be, ő is csak egyszer egy évben. A főpap egy volt az izraeliek közül. Áron is egy zsidó volt. És amikor ő a Szentek Szentjébe bement, akkor a közben járója volt a népnek Isten előtt. Tehát ő volt az, aki képviselte a népet Isten előtt. De a főpap is bűnös volt. Minden főpap bűnös ember volt. A főpap meghalhatott ugyanúgy, mint Nádáb és Abihu. És ezért lesz nagyon fontos a történetben a bika, amire vissza fogok még térni. A főpap öltözetéről több dolgot olvasunk. Ugye a visszatérő szó az, hogy gyolcs ruha, gyolcs ruha, gyolcsból készült ez az amaz. Ennek az a lényege, hogy a főpap öltözete ezen a napon, a nagy engesztelés napján meglepően egyszerű volt. A gyolcs a rabszolga viselete volt. Egy nagyon egyszerű viselet volt ez. Amikor a főpap Istent képviselte a nép előtt, akkor ő rendkívül díszes volt. Akkor ugye rajta volt a hósen, rajta volt az efódban ott voltak a gyöngyök, amelyek az Izrael törzseit jelképezték. Az egy díszes ruha volt, hiszen ő Isten dicsőségét képviselte a nép előtt. De amikor a népet képviselte Isten előtt, akkor gyolcs ruhában volt. Ez az alázat jele. A főpapnak nem volt mit felmutatni Isten előtt. Ő úgy ment Isten elé, hogy minden értéke az áldozatban volt. De azt is olvassuk, hogy a főpapnak meg kellett mosakodnia. Nem mehetett be koszos külsővel Isten jelenlétébe. Ez nem egy igénytelen, egy méltatlan, Isten előtt vállalhatatlan külső volt, ő megmosakodott, ezzel megadta a tiszteletet Istennek, de az alázat jele volt az, hogy ő gyors ruhában ment be a Szentek Szentjében. Hát ő a főpap, vissza fogunk még térni a főpapra. Nézzük meg az állatokat. Ugye mondtam, hogy három állatra kell figyelni, az egyik a bika, mi a másik kettő? Két kecskebak. Tehát egy bika és két kecskebak. A bika a főpapért és a papok a főpap családjáért bemutatott áldozat, tehát a főpap a bikát önmagáért és a családjáért mutatta be erre. Azért volt szükség, mert a főpap és a papság is vétkes volt. Ők bűnös emberek voltak. Tehát önmagukért is be kellett mutatniuk áldozatot. Ez volt a bika. A két kecskebak, az pedig két különböző szimbólummal jelképezte a nép vétek áldozatát. Az egyik
kecskebakot, mindjárt látni fogjuk, a főpap megöli, és annak a vérét beviszi a Szentek Szentjébe, engesztelő áldozatul Istennek. A másik kecskebakra pedig jelképesen ráhelyezi a népnek a vétkét, és elűzik aztán azt a pusztába. Ez így együtt képviselte és jelképezte azt, hogy véráldozat, illetve helyettes áldozat, engesztelő áldozat által lakhat Isten, a Szent Isten, egy bűnös ember, egy bűnös nép jelenlétében. És ez jelképe annak, hogy hogyan lehetünk mi is ma egy Szent Isten jelenlétében. Menjünk végig a nap történéseit. Nézzük meg, hogy mi történt ezen a napon, a Jom Kippur, a nagy engesztelés napján. Azzal kezdődött, most csak a legfontosabb részletekre szeretnék kitérni, azzal kezdődött a nap, hogy elővezették az állatokat. Mely állatokról van itt szó? A bikáról és a két kecskevakról. Ugye? Először a bikát vezették elő. A bikát oda vezették a templom és az oltár közé, és ez volt a főpap és a papok áldozata, ahogy az előbb mondtam. A főpap rátette a kezét a bika fejére. Nyilván fogták a bikát, hogy ne érjen senkit bántódás, és a főpap rátette a kezét a bika fejére. És amikor rátette a kezét a bika fejére, akkor részletesen elsorolta a saját bűneit és a családjának a bűneit. És kérte Isten bocsánatát. Itt akkor még csak bemutatják az állatokat. Tehát oda vezetik a bikát, főpap ráteszi a kezét, megvallja a saját és a családja bűneit. Ezután következett a két kecskebaknak az elővezetése. Oda vitték őket a templom bejáratához. Ez a két bak együtt jelképezte a nép vétek áldozatát. És ekkor még bármelyik bak lehetett bármelyik. Sorsot vetettek, hogy melyik lesz az úré, és melyik lesz az, amelyiket a pusztába űzik ki. Tehát bevezették az állatokat, a bikára rátette a főpap a kezét, megvallotta a vétkeit, utána kisorsolták, hogy melyik bak, melyik szerepet töltse be. Ezután történt az, hogy a főpap egy kést vett a kezébe, és megölte a bikát. El kellett ismételnie a bűnvallást, és a saját kezével kellett megölnie a bikát. Ezzel a főpap önmagáért és a családjáért szerzett elégtételt. Amikor folyt ki a bika vére, ugye a templom egy véres hely volt. Amikor folyt ki a bika vére, azt fölfogták egy edénybe, és az egyik papra bízták, a pap pedig kevergette, hogy ne alvadjon meg a vér. És ekkor történt először, hogy a főpap bement a Szentek Szentjébe. Hát bement a Szentébe, és utána bement a Szentek Szentjébe, de ahogy ment be a Szentek Szentjébe, a Szentek Szentje előtt, a Szentének a végén állt az illatáldozati oltár. Egy serpenyővel a kezében ment a főpap, és azon a serpenyőn parázs volt. Az illatáldozati oltáról ilyen fűszeres, porrá tört illatos fűszerfélét vett le, és azt rárakta, rádobta a serpenyőben levő parázsra, és bement a kárpiton túra a Szentek Szentjébe. Amikor bement, akkor oldalazva ment be, hogy ne nézzen a ládára, ahol az Úr dicsősége volt. És ahogy oldalazva bement, letette a földre a szenes serpenyőt, abból áradt ki a füst. És ez a füst ez beborította a Szentek Szentjét. És utána ő hátrálva jött ki, hogy tiszteletet adjon. A zsidó hagyomány ezt részletesen leírja. Hátrálva jött ki a Szentek Szentjéből. Kiment oda, ahol a pap kevergette a vért, a bikának a vérét,
és utána fogta ezt a vért, és másodszor is bement a Szentek Szentjébe. Amikor bement a Szentek Szentjébe, akkor azt már füst borította be. És fogta az ujjával a vérből, ráhintett egyszer a födél felé, és hétszer a födél elé a földre. Ez volt az engesztelés a saját bűnért. A bikának a vérével a főpap saját magáért és a családjáért végzett engesztelést. Ekkor kiment megint a főpap a Szentek Szentjéből, és ekkor következett az első kecskebak bemutatása. Azért a kecskebaké, amelyet a sorsolás által az Úrnak ajánlottak föl. A főpap megölte ezt a kecskebakot is. Ez volt az engesztelő áldozat a nép bűnéért. És hasonlóképpen ugye felfogták a vért egy edénybe, és azzal bement a főpap, immár harmadszor is, a Szentek Szentjébe. És ugyanazt tette a kecskebaknak a vérével, amit a bika vérével, hétszer a láda felé, vagy bocsánat, egyszer a láda felé, hétszer a láda elé hintett a vérből. Ezután következett a szentének és a pitvarnak a megtisztítása. Ez egy döbbenetes momentum. Azért volt szükség a szenté és a pitvar megtisztítására, mert a főpap és a papok az áldozatok bemutatása közben is védkeztek. Hiába végeztek ők egy szent cselekményt, az ő saját vérük, vétkükkel is sokszor tisztátalanná tették a szent helyet. Ezért írja le azt, hogy először a bika, majd a bak vérével meg kellett a főpapnak kennie az illatáldozati oltár szarvát, meg az égő áldozati oltár szarvát. És ezzel tisztult meg az egész eleinte szent sátor, később pedig a templom, a papok, a főpap és a nép vétkeitől. Ezzel a főpap befejezte az elégtétel, az áldozat bemutatását önmagáért is, és a nép vétkeiért is. Na most a nép ebből eddig nem sokat látott. Ugye a történés nagy része az olyan helyen történt, amire ők nem láttak rá. Mert ők ugye nem mertek be a templomba, pláne a szentébe, pláne a Szentek Szentjébe. Tehát ez egy viszonylag rejtett áldozat bemutatás volt. Ezt nagyrészt egyedül végezte a főpap. De ezután következett az ünnepnek az igazán látványos része. Ekkor következett ugyanis a másik baknak a bemutatása. Ugye a bikát már láttuk, az első bakot láttuk. Ezután következett a másik kecskebaknak a bemutatása. Ez a, úgy nevezi itt a szöveg, hogy az életben maradt bak, hiszen a másik bakot ugye megölte a főpap és bevitte a vérét. Ez a bak, ezt nevezték bűnbaknak, mert a főpap rátette a kezét erre a bakra, a másik az életben levő bakra, és megvallotta a nép bűneit. Ami csak eszébe jutott, amit tudott, hogy a nép elkövetett, azt mind egyenként megvallotta. És ugye minél többet vétkezett a nép, annál hosszabb ideig tartott ez a bűnvallás. Minden bűnét, ezt olvassuk. A nép minden bűnét megvallotta. És a főpap ezzel a mozdulattal, ahogy rátette a kezét a kecskebakra, áthárította a nép bűnét a bakra. Innen jön a bűnbak kifejezés. Ugye az a bak, amelyik elviszi a bűnt, amelyik elviszi a balhét, amelyik helyettesként szenved. És ez a mozzanat volt a leglátványosabb része az ünnepnek, erre mindenki rálátott, hiszen ezután ezt a bakot kizavarták, kiűzték a pusztába.
tehát az egész nép hajtotta, akik ott voltak, hajtották ki ezt a bakot a pusztába. Van egy kép, ami engem nagyon megragadott, ahol így visszanéz az ártatlan bak. Nem mutatja az üldözőit a kép, csak azt, hogy így visszanéz a bak. És ott van ebben a képben az a kérdés, hogy miért bántotok. Azt írja itt a szöveg, hogy Azázélnak, ez egy vitatott fordítás kérdés, hogy pontosan mit jelent ez, hogy Azázélnak. Ugye ott az eredeti szövegben egyszerűen csak az van, hogy Azázél, amit többféleképpen is fordítanak, ez a fordítás nem fordítja le, illetve azt fordítja, hogy Azázélnak. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy az eltávozó bak. Tehát ezt a másik bakot, ezt eltávozó baknak választották. Tehát az a bak, aki elviszi a nép bűnét. A helyettes engesztelést ábrázolta ezt. A bűnhordozó bak eltávolította a bűnt a nép közül. Voltak ezután további feladatok még, de az engesztelés lényege az ekkor már el lett végezve. Tehát ezek voltak a fő motivumai ennek az ünnepnek. A főpap hazamehetett, hogy egy év múlva megint ugyanezt bemutassa. Ez egy hosszú nap volt, nem is mondtam el minden részletét ennek a napnak, úgyis nevezték egyébként a nagy engesztelés napját, hogy a hosszú nap. Ez a hosszú nap volt. Mi volt a nép feladata ezen a napon? A népnek két dolgot kellett betartania ahhoz, hogy megszentelje ezt a napot. Azt olvassuk, hogy pihennie kellett, illetve meg kellett magát tartóztatnia. Pihennie kellett, és meg kellett magát tartóztatnia. Ez valószínűleg arra utal, hogy Isten kéri a nép figyelmét. Pihenjetek, ezen a napon ne dolgozzatok, hanem figyeljetek rám. Adjátok nekem a figyelmeteket, mert itt egy hallatlanul fontos dolog történik. Utána dolgozhattok, tehetitek a dolgotokat, de ezen a napon én kérem a figyelmeteket. Figyeljetek rám. Másrészt, ugye azzal, hogy ők megtartóztatták magukat, ez egy kifejezése volt a bűnbánatnak is. És kifejezése volt annak, hogy az Isten dolgát helyezzük az első helyre. Isten ezt örök rendelkezésnek szánta, azt olvassuk. Ezért pihentek a zsidók 1973. október 6-án, amikor az arab koalíció megtámadta Izraelt. Ez az izraeli ünneplés viszont már nagyon távol állt attól, amit itt olvasunk a Mózes 3. könyvében. Nem volt már ugye templom, hiszen ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője mondja, a régi szövetség az elavult. És ami elavult, az közel van az elmúláshoz. Azért, hogy egy új, jobb szövetség vegye át a helyét. Az engesztelés napja, ez nagyon fontos, hogy megértsük. Az engesztelés napja az nem veszítette érvényességét azzal, hogy átvette az új szövetség az ószövetségnek a helyét. Hanem az történt, hogy átvette az árnyék helyét a valóság. Az előkép helyét az, amire az előkép mutatott. Mi az új szövetség népe vagyunk. Mi, akik Jézus Krisztust követjük, az új szövetség népe vagyunk. Azt is mondja az új szövetség, hogy hitáltal Ábrahám gyermekei vagyunk. Mi vagyunk Ábrahám gyermekei, hitáltal. Nézzük meg, hogy hogyan vette át a valóság az előképek helyét. Van egy könyv az Új Szövetségben, amelyik részletesen és hosszasan foglalkozik ezzel. Melyik ez a könyv? Ez a zsidókhoz írt levél. Ha a zsidókhoz írt levelet olvassuk, nem fogjuk megérteni, hogyha nem ismerjük az előzményeket. Az előzmények többek között ezek, amiket most elmondtam. A zsidókhoz írt levél azt mondja el, hogy Jézus Krisztusban hogyan teljesedtek be azok a dolgok, amelyekről előképként olvasunk az Ószövetségben. Tehát nézzük meg, hogy
most csak nagyon röviden, hogy hogyan beszél a zsidókhoz írt levél arról, hogy mi a valóság, ami Krisztusban teljesedett be, amire ezek, amikről beszéltem eddig, előre mutattak. És tartsuk fejben a főpapot és a három állatot, a bikát és a két kecskebakot. Nem olvasom most föl a zsidókhoz írt levél ide vonatkozó részeit, viszont bátorítalak benneteket, hogy otthon olvassátok ezeket el. Olvassátok végig a zsidókhoz írt levelet, és próbáljátok beazonosítani ezeket, amikről beszéltem ott abban a levélben. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Jézus Krisztus Golgotán bemutatott áldozata töltötte be a nagy engesztelési nap jelentését. Ahogy Izrael életének a középpontjában a nagy engesztelési ünnep állt, úgy áll a mi hitünk középpontjában Jézus Krisztus golgotai keresztje. Erről beszél a zsidókhoz írt levél. Az új szövetségben, amelyben mi élünk, az új szövetségben a főpap Jézus Krisztus. A főpap mosakodása az, hogy ő bemosakodott, az Krisztus bűntelenségére utal. Az, hogy a főpap gyors ruhát vett magára, az a szolga megaláztatására utal. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus megalázta magát, és engedelmes volt egészen a kereszthalálig. Amikor Krisztus a kereszten szenvedett értünk, ott egyedül volt. Előtte azt olvassuk, hogy a tanítványai szétrebbentek. Igen, János, ő oda merészkedett a keresztlábához, és voltak asszonyok is, akik ott voltak, de nagyon világos volt az, hogy egyetlen tanítványát sem feszítették meg vele együtt. Krisztus egyedül volt megfeszítve, akik mellette voltak, azok nem a tanítványai voltak, nekik semmi közük nem volt az egész ügyhöz, ők más ügyben voltak érintettek. Egyetlen tanítványát sem feszítették ott meg vele együtt. Krisztus a mi bűneinkért mutatta be az áldozatot. De az új szövetségben nem csak azt látjuk, hogy Krisztus a főpap, hanem azt is látjuk, hogy Krisztus, mint főpap, a saját vérét viszi be a Szentek Szentjébe. Azt olvassuk, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nem bikák és bakok vérével, hanem a saját vérével ment be a mennyei Szentek Szentjébe. Miért nem vitt bikát magával? Mert ő nem volt bűnös. A bikára ugye azért volt szükség, mert a főpap bűnös volt. Mielőtt a nép bűnéért mutatott be áldozatot, azelőtt saját magáért is be kellett mutatnia áldozatot, ez volt a bika. Krisztusnak nem kellett magáért áldozatot bemutatnia, hiszen ő bűntelen volt. Ő az Isten szeplőtelen, tiszta báránya. Önmagáért nem kellett áldozatot bemutatnia. A két bak, az viszont ő volt. Mert a népnek viszont szüksége van engesztelő áldozatra. Mert a nép, akikért meghalt, vétkes. Ő nem. A nép igen. Tehát a két bak, az viszont ő volt. Krisztus azt olvassuk, hogy a saját vérét vitte be a Szentek Szentjébe, hogy helyettünk haljon meg a Golgotán. Azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Krisztus a mi gyalázatunkat vitte ki a táboron kívülre. Krisztus volt a mi bűnbakunk. Ő volt az, aki a mi bűneinket hordozta a kereszten. Ezt mondja Péter apostol, hogy ő felcipelte a bűneinket a keresztfára. És ő volt az, aki kiment a táboron kívülre, és viselte, hordozta a mi gyalázatunkat. De mivel Krisztus az Isten fia, ő tökéletes főpap. Neki nem kell önmagáért vétek áldozatot bemutatnia. És mivel
ő a saját vérét vitte be a szentek szentjébe, nem egy állatét. Ezért ezt nem kell megismételni. A főpapét évente újból és újból meg kellett ismételni. Krisztus áldozatát nem. Azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ő egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette az ő vére által megszentelteket. Tehát az Ószövetség és az Új Szövetség között nem az a különbség, hogy a régi szövetségben, az Ószövetségben szükség volt engesztelő véráldozatra, az Új Szövetségben viszont már nincs erre szükség, hanem a különbség az az, hogy a régi szövetségben tökéletlen volt az áldozat, és tökéletlen volt a főpap, ezért tökéletlen volt az áldozat bemutatás. Ezért mindig meg kellett azt újra és újra ismételni, és végsősorban nem tudta eltörölni a bűnt. Csak befedezte. Az Új Szövetségben viszont egy tökéletes főpap mutatott be egy tökéletes áldozatot, hogy ezt soha többet ne kelljen megismételni. Hanem aki hisz benne, és megszenteltetik az ő vére által, meghintetik a vére által, és Isten számára el van különítve, annak a lelkiismerete tiszta legyen, mert tudja, hogy el van rendezve a bűnének a kérdése. Ezek az igazságok, az igazság, amit megtestesít a nagy engesztelés napja, mélyebben vannak, mint bármely pszichológiai elmélet. Pszichológusok kutatják az emberi lélek működését. Az emberi lélek titkait, az emberi lélek problémáit, az emberi lélek megküzdési mechanizmusait. Ez egy teljesen legitim és jó projekt. Helyes dolog tanulmányozni az emberi lelket. Fontos felfedezésekre juthat az ember, amikor tanulmányozza az emberi lélek működését. De két dolgot nem tud, és két dologhoz nem ért a pszichológia. Az egyik a bűn, a másik a megváltás. A pszichológia nem tudja, nem érti, hogy mi a bűn. És a pszichológia nem tudja, és nem érti, hogy mi a megváltás. De Isten kinyilatkoztatta ezt nekünk. Az egyik legmélyebb igazság velünk kapcsolatban, bármennyire is nehéz ezzel szembenézni, bármennyire is óckodunk ettől, nehéz sokszor elismerni, vagy általánosságban könnyű, de konkrét dolgokban nehéz, az az, hogy bűnösök vagyunk. Hogyha itt most elkezdenénk így egyenként felsorolni a bűneinket, senkire nem akartam újra mutatni, vagy mindenkire, akkor itt nem mennénk haza. Akkor itt lennénk még holnap is, és sorolnánk a bűneinket. Egyébként voltak ilyen időszakok az egyház történetében, és remélem lesznek is még. Amikor leszállt Isten lelke, és az emberek egyszer csak szembesültek azzal, hogy ők bűnösök. De nem általánosságban, nem ilyen mentegetni való módon, hogy igen, én is bűnös vagyok, én is gyarló vagyok, te is az vagy. Hanem konkrétan. Többeknek talán itt is nehéz és súlyos bűnök terhelik a lelkiismeretét. De mind halált érdemlünk. Mert azt mondja a Jakabhoz írt, Jakab levele azt mondja, hogy aki a törvény csak egy parancsolata ellen is vétkezik, az az egész törvény ellen vétkezik. Miért? Azért, mert ugyanolyan súlyú a házasságtörés, mint az, hogyha én kívánsággal nézek egy nőre. Azért, mert ugyanolyan súlyú a gyilkosság, mint az, hogyha én haragszom valakire. Nyilván nem, bár ugye Jézus azt mondja, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az immár házasságtörés követett el a szívében, és aki haraggal gondol az atya fiára, az már megölte őt. De ugye ezt ő se úgy értette, hogy akkor ez tényleg ugyanannyi. Hanem a gyökere a gyilkosságnak a haragban van. A gyökere a házasságtörésnek a parázna tekintetben van. Mindannyian vétkesek vagyunk. De azért mondja a Jakabhoz írt, bocsánat, nem tudom, miért mondja a Jakabhoz írt, azért mondja a Jakab levele, hogy
aki a törvény egy parancsolatát megszegi, az egész törvényt megszegi, hiszen a törvény az mi? Az, ami teremtő Istenünk akarata. Ő elmondta, hogy én ezt akarom. Azt szeretném, hogy ezt tegyétek. Ha akár egy dologban is engedetlenek vagyunk neki, neki vagyunk egy engedetlenek. Szinte mindegy, hogy miben. A lényeg az, hogy megvetjük az ő tekintélyét. Mindannyian halált érdemlő bűnösök vagyunk. Ez az egyik nagyon mély igazság, amire a nagy engesztelés napja rámutat. A másik igazság viszont az, és ez a jó hír része, hogy egy nagy megváltónk van. Egy hatalmas főpapunk. Ugye erre tér vissza újból és újból a zsidókhoz írt levél, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Ezért járuljunk hozzá, akiknek kegyelemre van szükségünk. John Newton, talán ismerős a neve, egy rabszolgakereskedő volt, aki aztán mély megtérésen ment át, és lelki pásztor lett belőle. Ő írta az Amazing Grace című éneket, ó, érthetetlen kegyelem, vagy nem tudom, valami baptista fordítás, ami máshogy hangzik. Megfigyeltem, hogy sokszor csodálatos kegyelem. Ő mondta azt idős korában, hogy bár az emlékezetem romlik, de két dologra tisztán emlékszem. Én egy nagy bűnös vagyok, Krisztus pedig egy nagy megváltó. Erről szól a nagy engesztelés napja. Mi nagy bűnösök vagyunk, de Krisztus pedig egy nagy megváltó. A zsidókhoz írt levél azt mondja, mivel tehát nagy főpapunk van, ahogy az előbb idéztem, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Ő nem vétkezett, de ismeri a kísértésnek az erejét. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Nem hiszem, hogy lenne itt köztünk bárki, akinek ne lenne szüksége kegyelemre és irgalomra. De van olyan pont az életünkben, amikor úgy különösen is ránk szakad a reménytelenség és a kilátástalanság, vagy a bűntudat. Na pont ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy különösen is gondoljunk a mi főpapunkra, és menjünk általa bizalommal a kegyelem trónusához, ha segítségre van szükségünk. Nincs az a bűn, ami ilyenkor távol tarthatna bennünket Istentől. Még egy gondolat. Ha tovább olvassuk a Mózes harmadik könyvét, azt látjuk, hogy minden 50. évben eljött a zsidók számára a nagy örömünnep éve. A nagy örömünnep éve. A törvény azt mondta, számolj azután 49 esztendőt, akkor fuvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fuvasd meg a kürtöt országszerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Nevessetek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek. Amikor az engesztelés nagy napján Krisztus bemutatta a főpapi áldozatot, eljött számunkra a nagy öröm ünnepéve. Eljött a nyugalom éve, amikor megnyugodhatunk a fáradozásainkból, és ingyen kegyelemből igazítatunk meg, nem a saját érdemeinkért, hanem a mi főpapunk áldozatáért. Eljött a szabadulás éve, amikor felszabadulnak a rabszolgák, és hazatérnek a foglyok.
Amikor Jézus bement a názáreti zsinagógába, és felolvasta Ézsaiás proféciáját az engesztelés, vagy bocsánat, az elengedés évéről, akkor azt mondta, ma teljesedett be a fületek hallatára. De ne menjünk el a fölött a részlet fölött, amit ez a szöveg teljesen egyértelművé tesz, hogy az örömünnepével minden 50. évben, az örömünnepével a nagy engesztelés napján kezdődött. A nagy engesztelés napján kellett megfújni a kürtöket. Ez azt jelenti, hogy nincsen örömünnepével Jom Kippur nélkül. Nincs evangélium engesztelés nélkül. Nincs szabadulás és megnyugvás főpapi áldozat nélkül. De az evangélium az, hogy Krisztus, a mi főpapunk, bement értünk, minket képviselve a szentek szentjébe, a saját vérével, hogy örök szabadulást szerezzen nekünk. Ez az egyetlen, amiben a vádló lelkiismeret meg tud nyugodni. Ez az egyetlen hely, ahol le tudjuk tenni a bűneinket. Ez az egyetlen hely, ahol meg tudunk nyugodni, és ahol el tudjuk engedni az összes elvárást, ami ránk nehezedik, az összes akadályt el tudjuk tolni az útból, ami Isten és közénk áll, és azt tudjuk mondani, hogy Krisztus, ami főpapunk, egy élő út, egy járható út a számunkra az Isten kegyelméhez. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy ezt nem mi köveztük ki. Ezt nem a mi cselekedetünk, nem a mi jó szándékunk, nem a mi bölcsességünk, semmi, ami belőlünk fakadna, nem kövezte ki. Ezt Isten tette értünk. Azt mondja a következő fejezetben a Mózes 3. könyve, 17. rész, 11. versében az ige, Isten maga mondja, hogy én adtam a vért számotokra engesztelésül. Krisztust Isten adta a számunkra, azért, hogy mi rajta keresztül hozzámehessünk. Ezért vagy az van, hogy a bűn áll Krisztus és közénk, és azt gondoljuk, hogy mivel mi vétkesek vagyunk, ezért nem mehetünk Krisztushoz. Ez a rossz gondolkodás. Nem azért, mert nem vétkezünk, hanem azért, mert felcseréljük az evangélium sorrendjét. A helyes kép az, hogy Krisztus áll közöm és a bűnöm közé. És mivel Krisztus az, aki ott van, ezért általa, hiába vagyok bűnös, mehetek Istenhez. Na most nyilván, hogyha ezt én egyszer átéltem, akkor én nem akarom még egyszer Krisztus halálát okozni. Ezért, ahogy Pál apostol mondja a római levélben, hogyha egyszer átéltük ezt, hogy ahol a bűn megsokasodott, ott még jobban kiárad a kegyelem, akkor nem az a indulat van bennünk, hogy akkor vétkezzünk, hogy még nagyobb legyen a kegyelem. Hanem akkor az van bennünk, hogyha egyszer én megfeszítettem Krisztussal együtt, hiszen ő engem képviselt, akkor hogyan élhetnék többé a bűnben? Menjünk haza annak az örömhírével ma, hogy nagy főpapunk van. Olyan nagy főpapunk van, aki bennünket úgy képviselt az Isten előtt, hogy hatékony engesztelést adott a vétkeinket. Ezért ha ránézünk, és ő általa megyünk Istenhez, akkor tudhatjuk azt, hogy rendezve van a bűnadósságunk. És nem azért, mert nincsen, vagy ez nem fajsúlyos. Hiába mondják nekünk azt, hogy nincs jelentősége a bűnünknek. A lelkiismeretünk pontosan tudja, hogy van. A lelkiismeretünk az tudja, hogy mi a súlya a vétkeinknek. Ideig óráig el tudjuk hallgatni, de aztán előjön. Nem azért mehetünk Isten jelenlétébe, mert nincsen jelentősége a bűnünknek, hanem azért, mert Krisztus nagyobb, mint a bűnünk. És ő hűséges főpapként elégtételt adott már értünk.
ezzel az örömhírrel menjünk haza, ez a nagy engesztelésnek a jelentősége, és ezen nyugszik a mai napig a mi hitünk. Imádkozzunk!